Koronavírus elleni védekezésben az intézmény fenntartó önkormányzatokra címmel. Képviselő asszony, Önnél a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr. Az, hogy Magyarország a védekezés első szakaszán sikeresen túl van, és már Budapesten is enyhülhettek a korlátozások, közösen értük el a magyar emberekkel. Köszönet értem mindenkinek, aki tett ezért. Ám még mindig mai szép szívszorító hírként figyeli az egész ország, hogy mi történik a fővárosi idősotthonokban. A Pesti úton az orvosi ellátás hiányosságai mellett az is megerősítést nyert, hogy a gondozottak ápolása és gondozása sem megfelelő. Az intézmény engedélyezett és valós létszámához mérten is kevés, csak fele annyi az ápolók, gondozottak létszáma, mint kellene. A Kamaraerdei úton is komoly higiéniai problémák merültek fel, és mivel az elmúlt napokban is tovább nőtt a fertőzöttek száma, a hatóság járványügyi zárlatot rendelt el az épület teljes harmadik emeletén. Itt 47 gondozott, 12 dolgozó lett eddig fertőzött, és 5-en haltak meg. Aggasztóvá vált a helyzet, hiszen mindkét intézményben tömeges a fertőzés. Megerősítették, hogy az idősek orvosi ellátás nélkül voltak. Nem figyeltek kellően rájuk. Most pedig az is kiderült, hogy a járvány kitörésekor sok lepót kiszáradva, alultáplálva, elhanyagoltan szállított a kórházba. A Pesti úti otthon igazgatója múlt héten kérte felmentését és nyugdíjazását, melyet a főváros balliberális vezetése elfogadott. Remélni merem majd csak azt, hogy mindez nem azt jelenti, hogy Karácsony Gergely az intézmény vezetővel szeretné elvitetni a balhét. A főpolgármestertől mindez idáig határozott cselekvés helyett csak magyarázkodást hallunk. Cselekedni máshoz van kedve. A helyhatóság és a lakosság véleményét megkerülve akar a belvárosba hajléktalanokat költöztetni, holott a hazai hajléktalanszállók jól felszereltek és nem túl zsúfoltak. A fővárosi közgyűlés jogkörében az előterjesztés túlnyomó többségéről, 63 előterjesztésről önmagadon döntött, bár ezt szemrebelés nélkül tagadja. Tisztelt miniszter úr, kérdezem az elhangzottakra való tekintettel, hogy milyen felelősség helyeződik a koronavírus elleni védekezésben az intézmény fenntartó önkormányzatokra. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Kásler Miklós miniszter úrnak, aki válaszol az azonnali kérdésre. Parancsoljon, miniszter úr! Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Képviselő asszony kérdésére a válaszomat néhány adattal kezdeném. 55 ezer honfitársunk él idősek otthonában, állami, önkormányzati, civil és egyházi fenntartásban. A róluk való gondoskodás teljesen egyértelműen a fenntartó feladata. 8000 honfitársunkról így az állam, 3800 honfitársunkról pedig a főváros gondoskodik. A főváros fenntartásában lévő idős otthonok minden tizedik lakója fertőzött. Ennél is szomorúbb, hogy az országban elhunytak közül minden hatodik a főváros fenntartásában lévő otthonban élt. Az összes idős otthonban igazolt fertőzöttek, több mint a fele fővárosi fenntartású, és az összes idős otthonban elhunytak háromnegyede is, ezekből az intézményekből került ki. A Pesti úti idősek otthonában a megfertőzöttek száma 310, és 45-en hunytak el közülük. Nem csoda, hiszen 10 hatósági ellenőrzés alkalmában nem találkoztak orvossal, április 12-ig nem volt biztosítva folyamatos orvosi ellátás, voltak olyan napok, amikor orvos senki nem látott. 60 ápoló hiányzik jelen pillanatban is. Arra a felvetésre, hogy a fertőzés honnan indult el, és hova jutott el, két vizsgálat zajlott. A Bajcsi Zsilinszky Kórház elvégezte a kontaktvizsgálatot, a Nemzeti Népegészségügyi Központ pedig 1800 oldal áttanulmányozása után arra a következtetésre jutott megegyezően, hogy a két intézmény között
semmiféle kapcsolat nincs. Hogy a betegek milyen állapotban voltak, 97% dehidrált volt, 88% kahektizálódott, és 44%-uknál volt felfekvés. Ez a teljes elhanyagolás jele. Köszönöm szépen. Válaszák. Viszont válasz illetének kisasszony, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt miniszter úr. Az, hogy a Pesti úti idősotthonban az ott gondozottak több mint fele megbetegedett, 310 lakó, 26 dolgozó, és 45-en meghaltak, ez nem maradhat következmények nélkül. A koronavírus járvány okozta helyzetben a főpolgármester teszett hosszasága nem csak hogy aggasztó, hanem egyenesen elfogadhatatlan, és ez Budapest ellenes. Mi mindjárt abban vagyunk érdekeltek, hogy Budapesten is sikeres legyen a védekezés és az újraindítása is az életnek. Ezért azt gondolom, hogy ilyen még egyszer nem fordulhat elő. Tisztelettel elfogadom miniszter úr válaszát, azonban a főpolgármesteri teszetosztaságot, nem törődömséget, hanyagságot továbbra sem tudom elfogadni. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő asszony! Tisztelt országos, viszont válasz illeti meg. Miniszter úr, parancsolj, miniszter úr! Köszönöm szépen! Egész életemben a legfontosabb dolog számomra az emberi élet mentése volt. Egyszerűen azért, mert az emberi élet egyszerű, egyszeri, megismételhetetlen és nem pótolható. Nagyon elvárható lenne, hogy ebben a helyzetben, amikor példátlan nemzeti összefogás alakult ki, vannak, akik megfeledkeznek elemi feladataikról, és hagyják veszni polgártársaikat, honfitársaikat, a magyar embereket. Köszönöm szépen!